Az ünnepi könyvét keretében a kortás magyar irodalom egyik meghatározó képviselőjével találkozhattak mindazok, akik június 11-én ellátogattak a Szerencsi Rákóczi Vár történelmi falai közé, ahol a Tisza Lúci születésű Tóth Máté Miklós írót látta vendégül a Szerencsi Általános Művöldési Központ. Kazsik Marianna, az intézmény munkatársa, köszöntötte az irodalom iránt érdeklődőket, majd ismertette az író munkásságát. A könyvtáros többek között arról is szólt, hogy Tóth Máté Miklós 1936-ban született Tiszalúcon, ahol apja református lelkész volt, majd középiskola tanulmányai után felvételt nyert a budapesti színművészeti főiskolára. Az író első novellája 1971-ben jelent meg a magyar ifjúságban, ezzel a váltással tért vissza a diákkori álmához, amiről ő maga mondta, előbb akartam író lenni, mint színész, aztán mégis előbb lettem színész, mint író. Kazsik Marianna szólt arról, hogy 2006-ban Tóth Máté Miklóst Károli Gáspár díjjal jutalmazták munkássága elismeréseként a protestáns kultúra terjesztéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért. A találkozó elején a színész az őseim prédikátorok, anyám és imádsága fényi Vált című verseit szavalta el. Ezt követően Tóth Máté Miklós néhány számára kedves adiverset is elmondott, hiszen nagy csodálója a költő munkásságának. A jelenlévők megtudhatták az írótól a művek születésének titkát és azt, hogy eddigi pályáját mint egy harminc könyv történelmi és társadalmi regényei, elbeszélései és drámái alkotják munkásságának egyik súlypontját, míg a másikat a szatírák és humoreszkek. A színész őszintén vallott gyermekkoráról, vallásáról és műveiről. Tót Máté Miklós kiemelte, hogy eddig öt bemutatott színpadi műve volt, közülük a Méliusz című dráma, a második református világtalálkozó, úgynevezett templom színházát is létrehívta néhány előadás erejéig. Regényei közül a Pecúrok, Anyám könyve, Megírod, Apa, múlt időben és a hiányolt hűsége életrajzi motívumokra épül. A beszélgetés végén az irodalombarátok dedikálhatták a könyveket a szerzővel.